40 csomaggal érkeztek az Emerson Process Management Magyarország Kft. Képviselői a székesfehérvári nappali szolgáltató központba. A táskákat női tisztálkodószerekkel, alapvető higiéniás termékekkel pakolták tele a dolgozók. Az elmúlt években csatlakoztunk az úgynevezett nem luxus táska adománygyűjtéshez, ami egy országos kezdeményezés volt. Eddig ez nem valósult meg idén, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy kincses táska néven meg fogjuk csinálni mi magunk. És különböző tisztasági, higiéniai szerek vannak ezekben a táskákban, és ez alapvetően a dolgozóinktól jön. A krízisközpont vezetője köszönetét fejezte ki a cégnek azért, hogy összegyűjtötték az adományokat, rendszerezték és elszállították azokat, a napokban pedig gazdára is találnak. Sampon, egyéb tisztasági szereket tettek bele a cég képviselői, gondolom a dolgozók is, és hát most azért vagyunk itt, hogy ezt az adományt átvegyük, és ezeket az adományokat el fogjuk juttatni a női átmeneti szállóra, ahol 18-an vannak, úgy telt házban gyakorlatilag, az anya otthon édesanyái részére, illetve a Kitindai úton vannak még hajléktalan nők, fiatalabb korosztály. Zsabka Attila hozzátette, természetesen az utcán élő nőkre is gondoltak, hozzájuk a délutáni teajárattal juttatják el az adományokat.